A Megyei Kézilabda Szövetség 5. alkalommal rendezte meg a HUN-IOR Kupa utánpótlás tornát, azzal a céllal, hogy két lány, illetve két fiú korosztály képviselői összemérhessék tudásukat. Az elmúlt hétvégén Nyíregyházán, Kisvárdán és Gyulaházán 30 együttes lépett pályára. A hazai csapatok mellett szlovákiai, romániai és ukrajnai magyar lakta települések gárdái fogadták el a szervezők meghívását. A Megyei Szövetség elnöke szerint színvonalas rendezvényt tudhatnak maguk mögött. A tornánk nagyon jól sikeredett, meg kell, hogy mondjam, hogy ez volt szerintem az 5 torna közül a legjobb. Egyrészt a csapatok nagy létszáma miatt, másrészt pedig a szervezésben szerzett tapasztalataink már lehetővé tették, hogy zökkenőmentesen tudjuk megszervezni a tornát. Évről évre egyre izgalmasabbak a mérkőzések, a Kecskemét újra nagyon jó formában érkezett, úgyhogy ők címvédőként meg is nyerték minden két korosztályban egyébként a tornát. Láthatjuk egyébként, hogy a Kassa folyamatosan évről évre komoly szakmai fejlődést mutat, úgyhogy idén már mind a két korcsoportban egyébként döntőt játszottak. Nagyon jó volt a DVSZ csapata, láthatni egyébként, hogy egy szomszédos megyében nagyon komoly szakmai munka folyik a háttérben. A játékosok a pályán küzdöttek egymással, az edzők és a sportvezetők pedig igyekeztek kicserélni tapasztalataikat. A más-más kézilabda kultúrából érkezett együttesek képviselői próbáltak tanulni egymástól. Kaptunk nagyon jó visszajelzéseket már a mérkőzések folyamán. A DVSZ jelezte, hogy egyébként edzőtábort fognak rendezni itt Kisvárdán, tehát megragadják azért a lehetőséget az edzők, a szakemberek, hogy egy ilyen torna alkalmával bővítsék egyébként az ismereteiket, és minél több lehetőséget tudjanak biztosítani a játékosaiknak. A 16 éves lányoknál a Hajdúnánás nyert a DVSC és a Kárpáti vár előtt, a 19 éves lányoknál a DVSC végzett az élen, megelőzve az HK Košicét és a Kárpáti várt. A 17 éves fiúknál Kecskeméti Sportiskola, HK Košice, Kárpáti vár volt a sorrend, a 20 éveseknél pedig a KTE Kecskemét szerezte meg az aranyérmet, a HK Košicét és a Nyíregyházi Sportszentrum csapatát utasítva maga mögé.